Szeretettel köszöntöm Önöket, Németh Attila István vagyok, és ez itt a Heti TV Erzsébetvárosi magazin műsora. Ne feledjék, hogy adásunkat szombaton 16 óra 15-kor és vasárnap 11 óra 15-kor újra megnézhetik. Erzsébetváros Budapest egyik legpulzálóbb kerülete. Rengeteg vallási és kulturális esemény, külföldi miniszterek látogatása, egészségügyi fejlesztések. Hogy ezek mellett még mivel teszik vonzóvá a kerületet az emberek számára, megtudhatják a következő interjúból, amelyet Brajer Péter készített a kerület polgármesterével, Vattamány Zsolttal. Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere. Szép jó reggelt, polgármester úr! Jó reggelt kívánok! Nem mindennapi eseményre került az ön kerületébe sor, hisz egyszerre két miniszterelnököt is vendégül látott a kerület. Mit tud erről mondani? Ott volt a helyszínen, a világsajtó élőben, egyenesben közvetítette, nem csak a magyar média, New York Times-tól kezdve mindenki beszámolt az eseményről. Hogy sikerült ezt elintéznie? Hát először is azt tudom mondani, hogy ez óriási megtiszteltetés a kerületnek, hogy egy ilyen nagyszabású eseménynek adhatott otthont. Bár megszokhattuk mondjuk, hogy a zsidósággal kapcsolatos nagyon fontos események azért évről évre visszatérnek a kerületbe, akár zsinagógába, akár rendezvények keretén belül. De ilyen nagyszabású, ilyen világpolitikába is majd hírtadó rendezvény ritkán van, és személyes megtiszteltetés is volt, hogy ott lehettem, és a első sorokból nézhettem végig ezt az eseményt. De ön ezért sokat is tesz, illetve a kerülete, hisz minden eseményre, kulturális és egyházi eseményre, ami a kerületben történik, ön pénzt és erőt is áldoz. Hát nem csak az én érdemem, mert nem én adom, hanem a képviselőtestület vagy a képviselőtestület bizottságai, de az biztos, hogy magam is ezt nagyon támogatom. Éppen tegnap erre a rendezvényre készülve számoltuk össze, hogy csak ebben az évben körülbelül 50 milliós nagyságrend az, amit zsidó szervezetek, egyházak, különböző rendezvények, különböző támogatások formájában megkapnak az önkormányzatunktól. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan összeg, ami mutatja azt, hogy milyen jó az együttműködés a zsidó szervezetek, zsidó felekezetek is a 7. kerületi önkormányzat között. Természetesen, amikor ön összegekről beszél, akkor nekem az jut eszembe, hogy az UNESCO a világörökség buffering zónája Erzsébetváros, és itt ebben a közel 50 millió forintban azért Judapest Fesztiválban különböző kulturális események, a betlentéri színházukban, iskoláknak darabokat vásárol meg, tehát nagyon sokrétű, erről ha beszélne egy kicsit. És ebben van iskolai támogatás is, tehát támogatjuk az alapítványi iskolát, támogatunk... Az ortodox. Igen, így van. Többet is, tehát két olyan zsidó oktatási intézmény van, amit Erzsébetvárosban támogatásban részesítünk, de programokat is támogatunk, futóversenyt támogatunk, és minden olyan dolgot, amivel minket megkeresnek. Most például a Mazsi Hisszel van egy olyan előkészítés alatt levő megállapodásunk, hogy alapján biztonságosabbá fogjuk tenni a Herzl Tivadar teret. Itt szeptemberre ígérték a részletes terveket, de ha valahol egy felújítás van, valahol egy biztonsági beléptetőrendszert szeretne megcsinálni valamelyik zsidó szervezet, akkor ahhoz is természetesen támogatásunkat adjuk. Nyári szünet van. A szegényebb sorsú gyerekek, akik a jegyzőhöz kellett forduljanak, hogy napi melegételt is kapjanak, azoknak nyári tábort is szerveznek. Mit tud erről mondani? Nem az első év, rendszeresen ezt megszervezzük. Örömteli, hogy ezeknek a gyerekeknek a száma egyre nő, és ezeket a gyerekeket el tudjuk látni, jó programokat tudunk nekik szervezni. Ez könnyebbség a szülőknek, könnyebbség a gyerekeknek, és valahol könnyebbség a tanároknak is, hiszen azt tudják, hogy a gyermekek jó helyen vannak, biztonságban is jól érzik magukat. Ezt mi nagy szeretettel csináljuk, és fogjuk a jövőben is. Milyen korúak ezek a gyerekek? Általános iskolás korosztály, igen. Abszolút. A nyári szünet alatt sokan megbetegszenek. A kerületnek egy kiváló orvosi rendelője van, sztárorvosokkal. Hogy sikerült ezt elérni ilyen nagy beruházásokkal? Nagyon-nagyon sok energiát fektettünk az elmúlt években, hogy az erzsébetvárosi egészségügy fejlődjön. Alapvetően a személyállomány az mindig is megvolt, és Erzsébetvárosban mindig is nagyon híres, neves orvosok dolgoztak különböző rendelőkben,
akár a Péterfi utcai kórházat is említhetnénk. A nagy hiányosság abban volt megtalálható, hogy rossz volt az infrastruktúra. Tehát nem voltak felújítva a rendelői. Most eljutottunk odáig, hogy elmondhatjuk, hogy az évekig tartó rendelő felújítási program a végére ért. Egy rendelő van még, ami felújításra vár, ez a ügyelet. Itt már a műszaki előkészítések folynak, és az idén ezt a rendelőt is át tudjuk adni. Én azt gondolom, hogy Erzsébetvárosban olyan feltételeket sikerült teremtenünk közösen, ami a gyógyítást, a járóbeteg ellátást, akár a fogászati ellátást, akár pedig a gyermekorvosi rendelőket is olyan magas színvonalúvá tette, hogy nyilván nem örömbe lépni, aki beteg, de aki beteg, az szívesen teszi ezt. Reggeli Pirkadat politikai magazin műsorokban nem szoktunk egy-egy kerületnek a polgármesterét meghívni, hisz adásunk egy egész országnak szól, sőt több százezren figyelnek minket külföldről is. Mégis, ha két percben összefoglalná, itt van a robotkamera, itt Jákobnak hívnak, nézzen egyenesen a szembe, és mondja el Jákobnak, illetve külföldön is itthon élő nézőinknek, hogy miért érdemes ebben a kerületben költözni, adjon nekik egy étvágygerjesztőt. Elmúlt hét esztendőben rengeteget fejlődött ez a kerület, infrastruktúrálisan megújult zöld felületek vannak, megújult orvosi rendelők, bölcsödék, óvodák, iskolák, szinte nincs is olyan közintézményünk, ami az elmúlt években nem újult meg, és aki végig sétál az utcákon, és még 10 évvel ezelőtt is ezt tette, az látja a különbséget, hogy mennyire teljesen más most végig sétálni az erzsébetvárosi tereken, utcákon, itt a piacunk, ami megújult. Emellett viszont szeretnénk a lakóinknak is különböző könnyebbséget adni. Nem csak infrastruktúrális fejlesztéseket szeretnénk adni, hanem a szociális ellátás formáit is növeljük. Bevezettük a kártyaprogramot, ami most már második éve egy nagyon erőteljes felfelé ívelésben van. Különböző kártyaprogramokat szervezünk, ezeken a programokon 5-6 ezer ember szokott részt venni. Vannak ezek a kártyák valami kedvezményeket adnak, vagy? Kedvezményeket adnak, most már egy országos kedvezményhálózathoz tudtunk csatlakozni velük, és mintegy 1500 helyen fogadják el őket az országban. 5-20-25%-es kedvezményeket lehet velük kapni. Erzsébetvárosban és az Erzsébetváros környékén lévő kerületekben is egyre nő azoknak az üzleteknek a száma, ahol ezzel a kártyával kedvezményeket lehet kapni, de erre vannak alanyi jogon az önkormányzatnak még plusz akciói évente 3-4 alkalommal, ami szintén nem egy elhanyagolható dolog. 1000 forintos kártyáról beszélünk, ami most a döntések szerint nem is kell évente megújítani, legalábbis meg kell, de nincsen rá csekkérés, tehát nem kell érte fizetni. Idáig csupa pozitívumról beszéltünk. Ahhoz, hogy mindezt nyújtani tudja a kerület lakóinak, ahhoz, hogy itt tisztaság legyen, rendcsen, fegyelem és jól érezzék az emberek magukat, nem elég az állami költségvetésből pénzt kapni, hisz például a piacot saját erőből újították meg, és van itt még sok megújítani való. Honnét szerzi be erre a fedezetet? Hát először is igyekszünk egy nagyon stabil gazdálkodást folytatni. Maga az önkormányzat az elmúlt években erőteljesen visszaszűkült, tehát a kiadásai csökkentek, a cégek átreformálásával pénzeket tudtunk megtakarítani, illetve hát rengeteg bevételünk származik az itt töltött vendégészakák után. A félértések elkerülése végett a kocsmák nem ideadóznak, tehát abból nekünk közvetlen bevételünk nincsen, tehát a romkocsmák vagy a vendéglátó egységek azok mennek a közösbe egy szinten feljebb. De csak fizetnek iparűzési adót. Budapesti szinten, igen, de nem az önkormányzatnak. Nálunk, ami ebből visszacsapódik, az a idegenforgalmi adó. És mivel nagyjából 1 millió fizetett vendégészakáról beszélünk éves szinten, ez egy olyan szám, amiből tudjuk az infrastruktúrát fejleszteni. El is viszi egyébként a költségek nagy részét, hiszen most már 300 milliót költünk takarításra, idén 100 millióért szerzünk be új takarítógépeket, amiről korábban beszéltünk is. A közterületfelügyelet létszámát meg kellett növelni. A rendőrséggel való együttműködésünk is komoly pénzekbe kerül, rendőrösöket nyitottunk a kerületbe 2 az elmúlt években. Úgyhogy rengetegbe is kerül ennek az egésznek a fenntartása. És tudjuk azt, hogy maga a Buli negyed problémát jelent.
igyekszünk folyamatosan a problémákkal. Gyakori negyed a világ összes fővárosában található. Hát, főleg a belvárosi részekben, igen. Főleg a belvárosi ott részekben. A különbség, hogy ott reggel 5 órakor már minden ragyog. Nem mondanám, jártam én nem egyszer ilyen helyeken. Én és amikor arra járok, akkor holnap is elmegyek és megnézem. 5-6 órakor már ott tisztaság van. Erre törekszenek önök is? Hát arra törekszünk, hogy nem nagyobb tisztaság legyen, mint ott, mert ellentétben szerkesztő úrról én nem mindig láttam ezekben a nagyvárosokban, hogy reggel 6-kor minden ragyognak. Rossz szállodai ablakból. lehet, hogy a más szállodákban szálltam. Amikor éppen gitározni volt, és megy haza a gitárral a szállodába, akkor lehet, hogy még lát olyan utcákat. Hogy fog ez sikerülni ebben a kerületben? Hisz látjuk, hogy emberek vannak, akiknek más véleményük van. Hogy tud velük megállapodni? Én azt gondolom, hogy jogos az embereknek az az igénye, hogy pihenni tudjanak, aludni tudjanak nyugodtan. Vendéglátóegységekkel volt az elmúlt hetekben, vendéglátóegységek vezetőivel volt egy komoly megbeszélés, ahol ők is megértették azt, és nyitottságot mutattak arra, hogy mindenben együttműködnek az önkormányzattal, hiszen nekünk ebben nem minden lehetőségünk van meg, hogy itt mi rendet tegyünk, itt a rendőrséggel is együtt kell működni, törvényi szabályzásoknak kell megfelelni. Mi a magunk részét kell, hogy hozzátegyük. És a saját lakóinknak, a erzsébetvárosi lakóknak az érdekét kell képviselni. Úgyhogy jelen pillanatban is van rendelet módosítás előkészítés alatt. Folyamatosan nézzük ezzel kapcsolatos rendeleteinket. Amikor kell beavatkozunk, eddig is meghoztuk a szabályzásokat, amik kiállták az idő próbáját. Ezután is ezt meg fogjuk tenni, és szeretnénk azt, ha minél több lakó érezni azt, hogy jó itt élni, annak ellenére, hogy nagyon nyüzsgés, és annak ellenére, hogy természettől függjön nagyon nyüzsgés, hiszen egy belvárosban élünk, ez nem egy villanegyed. Meg nem egy zöld kerület, abból a szempontból, hogy nem egy zöld kerület. Egyre több zöldet nem telepítenek. Meg tudja erősíteni azt a hírt, hogy ma már háromszor meggondolják, mielőtt a kerület tulajdonába lévő helyiséget kiadnak szórakozóknak, és inkább kulturális célra szeretnék hasznosítani őket? Abszolút így van. Tehát azt preferálnánk inkább, hogyha nincs is akkora bevételünk belőle, de mondjuk egy galéria jönne ide, vagy oktatási intézmény jönne ide, vagy bármi más olyan, ami a kultúrát hoz a kerületbe, és nem feltétlenül a vendéglátóegységek számát növeli, ezt preferáljuk. Még azon az áron is, hogy ezektől az intézményektől, vagy ezektől a szervezetek kevesebb pénzt tudunk kérni. A kerületben szinte minden Magyarországon felelhető kisebbségnek képviselete van. Szinte az összes egyháznak van temploma, zsinagógája, szószólója. Hogy érzi magát? Ha jól tudom, akkor külön egyházi tanácsnoka van. Ezek kezdettől fogva sokat foglalkoztunk, én mindig is azt fogalmaztam meg, hogy ha én leülök egy kerületi egyházi vezetővel beszélni, akkor az nagy valószínűséggel vagy országos, vagy budapesti vezetője is annak a kerületnek, legalábbis egy nagyon fontos tényezője. Hát itt nem csak kerületi egyházi vagy felekezeti vezetőkkel beszél az ember, amikor kerületi vezetőkkel beszél, hanem országos szinten is a saját felekezetének egy befolyásos személyiségével. Ez egy szerencsés jó adottság, hiszen nagyon komoly emberekkel gazdagszik ő általuk Erzsébetváros. Én azt látom, hogy a vallási felekezetek egymással nagyon jól kijönnek, akár a keresztény, akár a zsidó felekezetekről van szó. Az önkormányzattal kifejezetten mindegyiknek jó kapcsolata, nem tudtam eddig még vitás kérdéseket felfedezni. Ha lennének ilyenek, akkor mindent megtennék azért, hogy ne legyenek. Műsoridőnkből pontosan másfél perc van még hátra. Szeptemberben az iskolák be fognak csöngetni. Ugyanaz iskolák ma már nem a kerület gondozásában vannak, de fenntartásában vannak, de a kerület nagy mértékben támogatja az oktatási intézményeket. Hogy készül a szeptemberi beköszöntésre, beleértve az óvodákat is? Óvodákban is bevezetjük most már a csomagot. Ugye elsősorban mindig kaptak ilyen kis csomagot, amiben nagyon hasznos dolgok voltak. Ezt a szülők tudják, mert az Erzsébetvárosi újságban meg fog jelenni, hogy ezekben a csomagokban pontosan mi található. És az idén először minden óvodás fog kapni. Akár önkormányzati intézményi, vagy önkormányzati fenntartású óvodában jár, akár más fenntartású óvodában. Minden óvodás meg fogja kapni a kezdő csomagot az évre.
ezzel szeretnénk kedveskedni a szülőknek, és amikor arról beszélünk, hogy mit teszünk azért, hogy az emberek itt jól érezzék magukat, és ide jöjjenek, és próbáljanak itt jövőt elképzelni maguknak, akkor ezek az intézkedések is benne vannak. Hogy az emberek valóban érezzék azt, hogy Erzsébetvárosban foglalkoznak velük, fontosak a önkormányzatnak, fontosak a közösségnek, és ha ezekkel a pici dolgokkal is ki tudjuk fejezni, a sok pici dologgal, akkor ezzel is kifejezzük, hogy érdemes itt lenni, érdemes itt élni. Idő hiányában nem beszéltünk az erőművházakról és a kulturális hálózatokról, de legközelebb itt folytatjuk. Legyen így. A kerület nem csak a felnőtteknek kínál komoly programokat, de a gyerekeknek is kedvez. Az évente megrendezett táborban a tanulni vágyó fiatalok nem csak játszhatnak, de rengeteget tanulhatnak is. Brajer Péter az erzsébetvárosi nyári napközis táborról beszélgetett Hamvas Levente Péterrel, a kerületi művelődési ház igazgatójával. Üdvözlöm a kedves nézőket! Stúdiónk vendége Hamvas Levente Péter, az erzsébetvárosi művház igazgatója. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a nézőket! Most majdnem megrövidítettem önt, hisz magához tartozik. A igen. Király utca hány szám? 11. Király 11 is, és igen. A művház is. Ez idén a nyáron megint nagy tábort szerveztek. Meséljen nekem a táborról. Hát az egyik kiemelt célunk volt kezdettől fogva, hogy a gyerekeknek tartalmas szórakozást biztosítsunk itt a belvárosban nyári szünet idején is. És mondhatom, hogy ez az egyik legsikeresebb programsorozatunk már 2013 óta. Ez egy tematikus tábor, több héten keresztül, hétfőtől péntekig egy ilyen ismerkedéssel kezdődik, és mindig egy ilyen péntek délutáni ilyen bemutató, záró műsorral fejeződik be. Minden évben más tematikát találunk, illetve minden hétnek más a tematikája. Idén média újságírás, színjátszás, kézműves foglalkozás és a társas játékok volt a téma. Fantasztikus előadások születnek. Ennek a lényege mindig az, hogy itt ugye van egy ilyen kis zárt udvara az épületünknek, hogy egy picit a szülők nyugodtak lehessenek, hogy nem csak mászókáznak, meg szaladgálnak a gyerekek, hanem tényleg tanulnak is, de semmi kényszer. Háromszori étkezés, fagyi, minden van. És abszolút nyári habzsidőzsi. Nyári habzsidőzsi, igen, de mindig nagyon komoly tematika szerint komoly szakembereket szoktunk fölkérni, hogy valamilyen tartalmas szisztéma szerint építsék fel ezt a tábort. Például az első hét, ez június 26-án kezdődött, júli 21-ig tartott. Ezt azért szeretnék egy pár szót erről szólni, mert évről évre egyre nagyobb a jelentkezés, és tényleg minden szülőt buzdítok. Akkor tulajdonképpen mi is már csak a jövőről beszélhetünk. Igen, hogy a jövőre is jöjjenek. Még nem tudok a jövő évi tematikáról beszélni, mert azt mindig év vége felé szoktuk kitalálni, és aztán tavasszal hirdetjük meg. De azt elmondhatom, hogy általában már az idén már nagyon sokan jelentkeznek a következő évre, ez minden évben így van. Aki korábban jön, az igen, bejut. Ez 15 főre van kalkulálva hetente, van, hogy egy-két fővel kevesebb, egy-két fővel több. Itt ugye főleg a kísérő tanárok miatt, meg a hely miatt kötött a létszám, illetve azért, mert hogy olyan a tematika, hogy általában kötött az, hogy például a rádió és televízió történeti kiállítóba, vagy mit tudom én, a Csokoládé Múzeumban hány fős csoportokat engednek be. Általában mindig az a program, erről szeretnék néhány szót szólni azért, ilyen incsiklandó jövő évre. Például tavaly volt én, hogy édességek hete, és akkor mindig azzal kezdődik, hogy van egy ilyen bemutatkozó, ismerkedő, ilyen kicsit ilyen pszichológiai tréningszerű bevezető, ahol nagyon jó tanáraink vannak, mondom, föloldják a feszültségeket, ugye a gyerekek nem ismerik egymást, innen-onnan jönnek, és aztán utána mindig ugye a témával ismerkednek, és mindig van egy olyan, hogy
elmennek múzeumban. Egyik évben például volt a történelmi hét, ahol lovagvárat építettek, és lovagi tornával fejeződött be, akkor elmennek a hadtörténeti múzeumban, páncélt öltenek, és mindig egy szakember, egy hadtörténész tartott előadást arról, hogy ezt hogyan viselték, hogyan használták. Tehát mindig van egy ilyen múzeumlátogató része, és a vége, ahogy mondtam, egy bemutató, most például a második hét, az én azon tudtam pénteken jelen lenni, nem tudok mindig a bemutatókon ott lenni, igyekszek. Az például a Quintus Konrádnak a színtársulata vezette egyébként egy ilyen diák, egy nagyon jó ilyen pedagógiai, drámapedagógiai módszerrel foglalkoznak a gyerekekkel, és a végén egy elképesztően jó a mesét adtak elő a gyerekek. Az elején kiválasztva, ki mibe jó, tehát aki tud kézen állni, az például udvari bohóc szerepét játsza majd a darabba. Tehát ilyen spontán áll össze mindig, de azt mondhatom, hogy fantasztikusan jó. Tavaly volt olyan kisgyerek, aki Amerikából jött, de a nagymamája itt lakik a belvárosba, és hát nem tudták, hogy mit kezdjenek vele itt 30 fokban a belvárosi környezetben. Annyira élvezte, hogy mondta, hogy a legközelebb is fog jönni. Ez mi nagyon szép és nagyon jó, tehát nyáron nyaralunk, de télen telelünk. A téli szünetben is fognak-e valami hasonlót szervezni? Hát téli szünetben nem szervezünk tábort, hiszen akkor mindenki ugye az ünnepekre elvonul családi környezetbe, vagy elutazik. Télköszöntőt azt szoktunk, az idén is lesz december 16-án, még nem állt össze a program, de ennek mindig az a lényege, hogy egy ilyen koncert... Hozott magával egy plakátot is. Igen, ugye idén van Arany János születésének a 200. évfordulója. A kamerának. Igen. Igen. Ez egy irodalmi est, Nagyváradi Erzsébet és Rubold Ödön műsora lesz, Arany János műveiből egy ilyen válogatás, ami Arany költői karakterét fogja verseken keresztül fölvillantani. Ez szeptember 24-én vasárnap lesz. Szeretném, ha már a jövőről van szó, egy őszi-téli programsorozatunkra fölhívni a kedves nézőknek a figyelmét, aki szereti a komoly zenét. Nyertünk egy pályázatot a Budapesti Filharmóniai Hangverseny Barátok Alapítványától. Itt az Operaház és a Budapesti Filharmóniai Társaság tagjai fognak egy három részből álló koncert sorozatot előadni a Kodály Dohnányi emlékév kapcsán. Itt majd figyeljék a honlapunkat, Facebookot. Ez tényleg egy nagyon színvonalas kamarakoncert sorozat lesz. November 11-én lesz egy Márton napi családi nap. Ez egy más jellegű ilyen fesztivál. Ezekre majd visszatérünk, ahogy de a jövőt szerintem inkább majd egy következő műsorban. Akkor további kellemes nyaralást, gondolom most már ideje lesz önnek is elmenni. Köszönöm. Kedves nézőim, az elmúlt percekben a Hamvas Levente Pétert, 7. kerület Műfház és a Király 11 igazgatóját láthatták. Bízom benne, hogy étvágygerjesztőnek ez most elegendő. A részletes programokra a későbbi adásokban visszatérünk. Köszönöm szépen. Belső Erzsébetvárost Budapest Szohójának is nevezik. A rengeteg külföldi turista jelentősen hozzájárul nem csak a kerület, de a főváros költségvetéséhez is. Ennek azonban vannak árnyoldalai is. Brajer Péter interjújából kiderül, hogy ezekre milyen megoldásokat kínál a kerület. Dr. Bajkai István alpolgármester volt a vendégünk. A nagy része támadja az ön város részét, kerületét, ahol ön alpolgármester. Mégpedig egyes lakók azt állítják, hogy itt drogokat árulnak, kosz van, nem lehet pihenni. Ilyen támadások érik önöket. A hétvégén megszólalt a kerület polgármestere is, aki azt mondta, hogy mindent megtesznek a lakók nyugalmáért, de hogyha egy részen kocsmák vannak, azok is be fogják tartani az előírásokat, és lehet, hogy majd az előírásokon változtatnak. Mit tud ön ehhez hozzátenni? Hát ahol a
problémák összpontosulnak, ez inkább az a belső Erzsébet város, amit úgy hívnak sokan buli negyedként, szórakoztató negyedként apostrofálnak. Kétségtelen tény, hogy ott, ahol esténként több tízezer turista gyalogol, több turista szórakozik és kibejárkál az egyes szórakozóhelyekről, az óhatatlanul jelentős megterhelést jelent az ott lakók számára. Az ott lakók egy része egyébként ebben teljesen egységes, hogy, hogy a kerület ebből a úgymond buli negyedből profitál, erről már a főszerkesztőről több alkalommal tudtunk beszélni, hogy milyen jövedelmeket és hogyan hasznosítja ezt az önkormányzat a lakosság számára, de kétségtelen, hogy ez megterhelő. Az önkormányzat fölállított egy speciális egységet, köznapi nevén Zajkommandó, ahol a lakossági bejelentésre reggel 4-ig teljesít szolgálatot és méri a hangzavart, eljárások indulnak, erről sok számot lehetne mondani, de mégiscsak, hogy a rendőrséget megerősítettük, a rendőrségnek fizetjük a túlóráit ebben a kerület részben, kamerarendszert állítottunk föl. Ennek ellenére elkerülhetetlen, ott, ahol még egyszer mondom, több ezer turista szórakozik, szórakozni jön Budapestre, erre majd a repülőjáratokat töltenek meg, hogy ezért jöjjenek Budapestre. Hát ezekkel a fiatalokkal, többségében fiatalokkal mondjuk úgy nehéz szót érteni, hogy éjjel reggel 2-kor nem kell mondjuk énekelni. Kétségtelen tény, hogy jelentős a KOSZ emiatt, és a piszok is a kerületben. Független attól, hogy ebben a kerületrészben naponta kétszer teljesít a takarítószolgálat munkát, vagy akkor teljesíti ezt a feladatait. Kétségtelen tény, hogy ezzel együtt jár. Érdemes azt azonban megfontolni, hogy hogyan lehetne ezt a területet még biztonságosabbá vagy halkabbá tenni. Éppen ezt tervezzük az önkormányzatban, hogy ebben a vonatkozásban részben felülvizsgáljuk a rendeletünket. Ennek a munkája, a szakmai munkája már elkezdődött, és ebben a vonatkozásban a lakosság véleményét is szeretnénk meghallgatni, bár szerintem egyébként ismerjük, mert attól jó helyi vezető, hogyha ismeri azoknak a véleményét, akiket képvisel, tehát azt gondolom, hogy ismerjük, de ezzel együtt meg fogjuk tartani mind a vállalkozók, mind a lakosság számára azt a fórumot, beszélgetést, a rendeletünkről lesz szó. Érdemes megjegyezni, hogy azért ezekből a bevételekből nem csak Erzsébet város bővül, hanem egész Budapest, sőt Magyarország. Hát én úgy tudom, hogy mindannyian profitálnak belőle. Úgy tudom, hogy nemzetgazdasági szinten jelentős tétel most már ez a negyed, tehát a repülőjáratok foglaltságától kezdve az áfa befizetésig, mindegy 10 000 munkahelyről van szó, akik jövedelmet szereznek abból, hogy itt dolgozhatnak ebben a kerületben, a szórakoztatóiparban. Ez nem szeretnék rossz beszélést mondani, de ez körülbelül egy olyan 150 milliárdos piac, úgymond, ami már nemzetgazdasági tétel. Tehát, hogyha ez kiesne, vagy nem lenne, nem csak Erzsébet városnak lennének szerényebbek a bevételei, hanem az egész országnak. Reméljük, ismét megajándékozhattuk Önöket érdekes, a kerületet érintő információkkal. Ne feledjék, jövő héten újra találkozunk. Ha lemaradtak volna a műsorunkról, szombaton 16 óra 15-kor és vasárnap 11 óra 15-kor megismételjük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!